Lökkös József vagyok, a Romkárban dolgozom, most itt a múzeumok éjszakájára átjöttem a Schmidt Múzeumban besegíteni, festőudvart tartok itt a gyerekeknek, és hát lehet színezni, rajzolni, festeni, úgyhogy többféle program van, hát az én programom az egyik. És milyen programok vannak még bent a múzeumban? Hát van most egy előadás van, gyerekeknek lesz a haditorna, meg lehet nézni a villamos, fel lehet szállni, villamos egyet lehet lyukasztani, nagy szám, föl lehet ülni a lóra is, meg hát meg lehet nézni az egész múzeumot, szép találom mindenféle, szép tárgyakkal, úgyhogy érdemes. Köszönöm szépen. Aláírom neked fát. Ne, hogy a csillag megsértődjön, ha nem megmaradt pecsétnyomok között, mert itt nincsen ráírva, hogy országos honvédelmi bizottmány, hanem egy rövidített felirattal honvédelmi bizottmány és a címer látható rajta. Az a különlegessége, hogy Boronkai Lajos, Kossuth Lajos kormány megbízottja volt, aki ezt a pecsétet megmentette. Az ő hagyatékából került a Rab emléke című karszalag is ide a Schmidt Múzeumba. Boronkai Lajosnak az unokája volt Szabadhegyi Ernő, és az ő fiát operálta papként Dr. Schmidt Lajos 1840-es években, és ennek hatására 1940-es években, és ennek hatására adták oda a béd, illetve a nagyhűlő az ezüst díszkardja. Boronkai Lajos az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Kossuthnak kifejezetten bizalmasa volt, így lett Kossuth kormányzó, kormánymegbízottja Hont, Bars és Túrót megyékben. Az ezüst díszkardja a szabadhegyi család révén került egy operáció után Dr. Schmidt Lajos tulajdonába. A szép